Én 9 évesen kezdtem el kézilabdázni Győrben, és 13 évesen kerültem az akadémiára, a Bohus Beához. Én beállós vagyok, és leginkább az a feladatom, hogy a társakat helyzetbe hozzam, védekezésben pedig, hogy minél többet beszéljek, és sok faltot csináljunk a többiekkel. Szilárd Bá azt tanácsolja nekünk, hogy ugye egy-egy vereség után gondoljunk mindig arra, hogy lesz jobb, fejlődünk, azért vagyunk itt. És hát ugye nagyon fontos lesz a regeneráció két meccs között, hiszen a heti két meccs azért az sok lesz. Jó állapotban van a csapat, és vagyunk elegen ahhoz, hogy tudjunk cserélni. A Kisvárda meccsen mindenképp az volt a kulcs, hogy ugye nem adtuk fel, és bíztunk magunkban, és ugye egyre közelebb tudtunk jönni, és hát ugye a végjáték az nekünk jött ki jobban, igaz a 7 métereseket ugye azt elvesztettük, de hát igazából felkészülési meccs volt, szóval annyira nem számított az eredmény. Szerintem sikerült felvennünk a tempót, és hogy mindenképp az utolsó percig küzdenünk kell, és akkor nem lehet probléma.